és megmutatom nektek a pályát. Szóval, én ezt ki ezt a srácok építették, ez az ő saját pályájuk. Ez egy ilyen útvesző labirintus, igen, nem tudom beszélni, nem baj. Hogy, szerintem nagyon király, hogy meg van csinálva, de folyamatosan csinálják, szerintem lassan elkezdődik a promózás. Vannak itt ilyen fedezékek, meg ahogy látjátok, arra is lehet menni, meg erre is. Itt van, egyébként mi itt átmegyünk, akkor itt van egy ilyen, mi ez? Üreg? Hát ilyen alagút rendszer. Arra is lehet menni, illetve erre is én így szoktam néha sunyolni. Akkor jön a várfal. Itt a várfal. Itt fel lehet menni. Elég jobban gyorsan megyek még. És lehet fentről le, illetve lentről fellőni. Mind a két irányba lehet menni. Ahogy láthatjátok. És akkor erre megyünk tovább. Itt szintén van egy feljáró, és ott egy, megint egy ilyen labirintus, és ja, én itt amúgy folyamatosan el szoktam tévedni. És akkor erre megyünk tovább. Fejekre vigyázni, alacsony. És itt egy lejárat van. Le lehet menni. Na, elérkeztünk arra a pontra, hogy itt is több irányba lehet menni, mint ahogy láthatjátok. Jobbra egyenesen, ja nem, ez a jobb kezem, jól van, jobbra egyenesen balra, és ha megnézitek, itt van egy piros vonal, ez jelenti azt, hogy ez már a hátul, ami a safety zone, az egyik csapatnak a kezdőpontja. A másiké fent van, de ott nem ég a lámpa, úgyhogy nem tudok nektek semmit megmutatni. Na majd, vagy gyertek még egy szóval szemben kötelező mindenhol a játéktéren belül. Ha leveszitek, egyszer szólnak a másodiknak, mehettek ki, amerre láttok. Jó, nem, azért meg sem szólnak, hogy akkor köszönjük a játékodnak. Tényleg eldobjuk a szemeteket az életben. Na, itt a moziterem. Vannak székek, TV, ez a moziterem. Ott van az egyik átszervezőtak, hogy úgy mondjam. Igen, közben megyünk tovább, itt is kettő felé lehet menni. Mi most erre megyünk, de az utak összetalálkoznak a végén. Amint láthatjátok, majd ott lesz a várfal. És mi most erre megyünk. Igen. Kempelni nagyon nehéz, mert próbálták a srácok úgy megcsinálni, hogy kevés kempelő hely legyen. Gondolhatjátok, én legalábbis gondolnám a helyetekbe, hogy jaj, de hát ott van az alagút. Nem. Minimum egy fél fejnek, vagy egy fejnek ki kell látszódni, ahogy megad a találatot. Szóval így sutyomba lelövöd a lábát úgy, hogy ő nem lát, azt nem szeretik. Nem tapasztalatból mondom, mert én minden szabályt betartok, egyszer elbasztam mondjuk. Később vettem ki a tárat, és 15 percre kiállítottak, úgyhogy elszívtam két cigit kint ülve a büntiben. Na de megyünk tovább. Szóval igen, ahogy láthatjátok, ha itt tovább megyünk, akkor visszajutunk a moziterem felé. És akkor megyünk tovább, és itt vagyunk a várfal szélénél. Arra is lehet menni, illetve itt a gumiabban csak mellett is van egy átkelőhely. Pici vagyok, úgyhogy én ezeket nagyon szeretem, mert így át tudok gyorsan bújni alatta. És igazából, ha ott átjöttetek, akkor mehetünk is tovább. És visszajukadtunk oda, ahonnan az előbb átjöttünk. Sziklarakás. Igen, itt van a várfalon a másik, mint amit mondtam. És megyünk tovább. Szóval igen, nekem nagyon tetszik a pálya. Ami a lényeg, hogy ne szaladjatok neki a falaknak, ha eljöttek, mert
nem szereti a fal, ha neki szaladtuk és ráugrottuk. Erre voltunk? Na mindegy, menjünk akkor erre. Itt is van egy kis alagutas, alagutas rész. Ja igen, itt már voltunk, de nem baj. Jó, én mindig eltévedek, basszus. Akkor átmegyünk és megmutatom nektek a szökőrputát, meg a kocsit. Azt nagyon szeretem. Látjátok, itt is egy ilyen labirintusos rész jön, amúgy kurva jó, illetve a fal mellett is fel lehet arra a raklapra menni és jönni. Na, és akkor itt van az autó, és én nem tudom, hogy merre kell menni, arra. Kezdődött felé. Igen. Akkor ott van az autó, itt a szökőkút, és ez egy jó hely, onnan is lőhetnek, és ha nem vagy elég gyors, akkor ki is lőnek, engem előttek onnan ki a várfalon, de látjátok, vannak ilyen kép a kis fedezéknek, és visszajutottunk a hátkúpontra, amit mutattam nektek. Szóval igen, nagyon sok irány van, és megmutatom nektek a másik csapatét, de csak ki nem megyünk be, mert kurva sötét van, és semmit látni. És igen, most így fogok játszani egyébként, csak leszálltam még egy sisak, meg egy maszk, mert nem szeretném, ha kilódnék a fogamat, illetve még kesztyűt veszek fel. Ja, meg nem vettem új bakancsot is, de most a pálya a lényeg. Majd bemutatom nektek szerintbe. Na nézzük. Szóval itt volt a bárfal. Most nekem is meg kell jegyeznem, mert valamire kéverni. Ha lövöldözést hallottok, akkor elkezdődött a promózás. Ja igen, a pálya egész területén, ahogy mondtam, a szemüveg kötelező. Tehát bármikor visszapattanó BB vagy megnőnek, úgyhogy nem érdemes levenni. Na hát én ezt a részt nagyon élveztem a múltkor. Egy fedezét. Én imádom. Szóval én, amikor először játszottam, én már akkor beleszerettem ebbe a pályába. A srácok egyébként folyamatosan csinálják. Itt van egy staffajtó, ami most be van zárva, de egyébként is csak akkor használhatjuk játékfolyamán, ha szólnak, és akkor is inkább csak a végén vagy a szünet van, és átmegyünk rajta, mert lerövidíti az utat. Na most megmutatom nektek a sötét részt. De itt valamire el fogok tévedni, úgyhogy ide most nem tudlak belőni téged, de majd később ezt is meg fogom nektek mutatni. Annyi van, hogy itt is egy ilyen... Várjatok egy kicsit. Jó, akkor lehet, hogy meg tudom nektek mutatni. Arra van a másik csapatnak a... egy kis technikai szünet pillanat. Technikai szünet. Jó, köszönöm szépen. Szóval el van a másik csapatnak a kezdőpontja. Nem tudom, mennyit láttok belőle. Ez is egy ilyen labirintusos rész. Mi itt azért szoktunk cikázni. Így mindenfele. Nem tudom, mennyire látszódik bármi is. Én ide múlt kubára eltévedtem. Szóval... Ugye fejemre teszem a telefonpillásokat. Na, itt egy piros pont, de nem ez a hátú, hanem arra megyünk. Ez egy nagyon jó, ez is nagyon jó rész, itt szoktak külön jártani az agycsomóan. De jó, nem egyszer-kétszer. Ott le van arra zárva, de ha tovább értek, akkor itt ki is van írva, hogy hátú. Ez a felső kezdőpont. Így gyűlik a másik csapat. Itt, ahogy látjátok, óra, illetve a szemvédelem kötelező tábla, itt is kimond, mint ahogy a másikba. És akkor
Megyünk tovább, remélem láttok is valamit a szállítmányból. És itt tévedtem el a múltkor, ugyanis erre is lehet jönni, és ezt mindig megszívom, ugyanis arra is lehet menni, arra is lehet, illetve erre is lehet kerülni, azt hiszem, de nem vagyok benne biztos. Igen, itt tévedtem el a múltkor. Tettem konkrétan egy csalát. Igen, az az igazság, hogy még nem ismerem úgy teljes mértékben a pályát, de arra is lehet menni, illetve ha arra elnéztek, akkor ott vagyunk a kezdőpontnál, ahol bejövünk magára a játéktérre. És akkor elértitek a zöld hálót, zöld hálón átléptek, szemüveg kötelező. A tárat az kint van, hogy itt van ez a ez a vízválasztó. Ha itt beléptek, akkor a tárat betehetitek, de ha innen kiléptek, a tár már nem lehet a fegyverben. Illetve még bent, amikor kiveszitek a tárat, még lőjetek egyet, tehát, hogy biztos ki legyen örülve, mert kint már levesszük a szemüveget. Hello! Sziasztok! Remélem, nem benne leszel egy kicsit a videóban. Ja? Bocsánat! Nem hallom, hogy elnézést. Csak megyek, elsúnyogok hátul, mint is van. Elsúnyogok hátul, mint is. Nem baj, feldobod a videót, ez a lényeg, nem? Érezzük jól magunkat? Igen, lassan kezdődik egyébként a kronózás, szóval igen, nagyon fontos. Én elkövettem azt a hibát az első itt lévő játékomnál, hogy nem vettem ki itt bent a tárat. És ezért ültettek le 15 perc büntire. A következőnél már nem 15 percre ültetnek le, úgyhogy ezt tartsátok be a szabályokat. Ez a srácok saját pályája, ők építették, és folyamatosan is csinálják. Nagyon sokat dolgoznak rajta. Nekem, én személy szerint imádom, nagyon tetszik, mondjuk kurvára el szoktam benne tévedni még most is. Szerintem még mindig van egy csomó olyan rész, amit nem mutattam meg nektek, de legalább maradt következőre is anyag. Majd a sötét részt is, ha lesz lámpa, felkapcsolják, akkor majd azt is megmutatom. De most mennyi az idő, még el akarom színi egy cégét. 4:08 van. Aha, igen, itt van, Csak egy kicsit eltévedtem, na jó van. Ennyi volt az idegen vezetés, illetve majd a sötét helyet azt majd valami megdumálom a srácokkal, de most léptem. Totál hülyének néznek most a srácok, nem baj? Itt van. Jó, van, gyere te is. Ez az liágy a fülembe. Létszik, épp kérni akartam. Ott nincs. Ott nincs. Ő volt az egyik szervező? Segéd. Segéd. Szervező, segéd. Segédszervező. A legkisebb.